kedves vendégeink, azért gyűltünk ma itt ebbe, hogy Kovács Gyula és Neje Prostóf Annika házasságkötésüknek 50. évfordulója alkalmából ismét fogadalmat tegyenek. Mit mond? Azt mondta, hogy tedd be a fogadat! 50 év nagy idő. 7 szerető szín. Nem is volt szeretőm. És a kuncos manci Székesfehér Máról az ki volt, mi? Ja, tény. Mi jellemzi a két ember kapcsolatát? Fékesség, hűség, gondosság. Gondosság alá akartok helyezni? Azt mondta, hogy hülyeség ellen nincs orvosság. Hosszú utat tettek meg együtt. Milyen útról beszél? A lenini útról. Ja, biztos arra gondol, amikor elvittelek Karlovi Variba. Szóval mégis csak a pucos Martit vittelek Karlovi Variba, és nem engedte szerencsét egy nyomorút. Az élet után biztosan voltak göröngyök. Hát defektet is kapcsolni. Voltak nehézségek. Ja, a feleségem. De vajon mi a titok? Mi tart össze két ember 50 év? A lakás. A szeretet melege. Mit mond? Azt mondja, hogy meleg vagy. Néha szeretnénk a homokórát megállítani. Mi? Még mindig azt mondja, hogy meleg vagy. Az életben azonban a legfontosabb a harmónia. Ez a Mónikáról is tud? Valami harmonikáról beszél. Ennek jegyében... A BKV ellenőr? Ennek jegyében hozzád fordulok, Kovács Gyula. Ki az a Gyula? Akarod-e házastársadul az itt megjelent Prostóf Annikát? Néma, nem az. Felteszem a kérdést újból. Akarod-e házastársadul az itt megjelent Prostóf Annikát? Mi maga vállóperes ügye? Persze, hogy akarja. Akarja Rossem. Prostóf Annika, akarod-e férjedul az itt megjelent Kovács Gyulát? Még az egyszer igen. Anya, te mostan akkor érdekbűgyűsz hozzá? Dehogy is, a gyerekek akarták én. Nekünk vannak gyerekeik. Hát persze, hogy vannak. Hát a kettőnk vannak. Amerikában vannak. Hát ők küldik minden nyáron meg télen az a két doboz szardéniát. És hol vannak a gyerekek? Amerikában üzennek itt valamit most ezen keresztül. Ha-ho, gyerekek, elfogyott a szardéniát. Istenem, miért nem a Kovács Pistőt tettem hozzá a feleségül, már anyám is megmondta. Ez volt az egyetlen értelmes mondat a Vémadári esztőnek. Mióta anyát földobta a talpát, azóta az ördögök fejveszve menekülnek a pokolból. Most, hogy mindketten igent mondtatok, tessék egymást megcsókolni. Ki kell sokkolni? Engem kell megcsókolni. Kovács Gyula, húzd rá a gyűrűt Prostóf Annika ujjára. Hát ha van itt valahol egy hula-hop karika. Mindegy. A lényeg úgyis a gesztus marad. Ki a gusztustalan? Te vagy a gusztustalan? Akkor mi volt ez az ünnepség? A temetésem. De ne örülj, mert megváltoztattam a végrendeletemet. Nincs örökség, mindent magamra hagytam, és viszem magammal a sírba.